Hát a labdarúgó ebéslejtezők vesztes zárómecse Aténban azért megmutatta csoportunknak ezt a különös állapotát. Hát ugye Pakliban volt a második helye, sima kiutás, egy legutóbb 1986-ban látott selejtezős eredményességi mutató épp úgy, mint a kiutás mindössze a finnek és a ferőeriek legyőzésével, és hát végül is az utóbbi esély következhet be, de hát hogy bekövetkezik-e, és hogy milyen állapot vagyunk, már is értékelünk az EB negyedik olimpiai ezüstérmes Kül Lajossal. Szia, jó reggelt kívánok! Szép jó reggelt, kívánok Igazából öh, azért is ö, veled, mert hogy EB és EB-re kell asszociálnunk, amikor a magyar válogatott b volt, és úristen, az micsoda Európa bajnokság volt, ugye négy csapatos. Igen. Négy csapatos ö, kinti EB volt, és azt előzték meg a selejtezők. Ö, mindjárt beszélünk arról, most mi tíz mérkőzés után ide jutottunk. Ez reális eredménye szerinted látva ezt a csoportot, vagy sok szerencse is volt benne? Ami a tegnapi meccsre vonatkozik? Nem, az egészre, erre az egész Az egész menetelés. hoztuk, ami, ami, a lényeg a dolognak, hoztuk a kötelezőket. Hoztuk a hat pontot, kérem, Finország ellen, hoztuk a hat pontot a Farul szigetek ellen. Na most bravúra lett volna szükség, hogyha az első két helyet uh, szerettük volna megszeretni, már pedig az is egy cél volt, de hát, hogy arról lemaradtunk. Ehhez bravurok kellettek volna, sajnos az nem sikerült. Bravurocskák sikerültek, egy bravurocska volt például a az a mérkőzés, mert ugye a 85. percben mégis egy gyönyörűséges, szép szabadugása, egy pontot azért megmentettünk, Finországba győztük, az is egy kis bravurocska. Nem bravúr, az kötelező, de mégis talán kötelező talán. Kötelezőt hoztunk, Igen. bravurocskák előfordultak, a, Ilyen, de a, még, a volt, még, nincs benne Ezért rá. tartunk itt, ahol tartunk, élem, hogy ugye a spanyoloknak, hát tényleg, hát mi tehát hogy győzzenek, és akkor Kievbe talán, Kijevből talán, ha győztesen kerülnek ki, akkor ott vagyunk. Na most, Tehát e, ott a... ez lett volna valóban a leggyengébb csoport, amilyen? Én azt hiszem, hogy minden idők leggyengébb, selejtető csoportja volt, és hát a minimumot hoztuk. Uh -huh. Maradjunk annyiba, hogy a minimumot hoztuk. És ez most elég volt rá. És ez most elég volt, igen. Na most egy kis időutazás, hmm. hogy mennyivel másak voltak a körülmények, a feltételek és az elvárások azokban az időkben. Ugye most ezek után a 72 után sikerülhet ismét ebén szerepelni. Hát most 53 válogatottból 23 írtak ki, igen. és annak idején meg ugye. 36-ból egy négyes döntő volt az Európa bajnokság. Hát vás, mi ez, volt a, sorsolás, hogy erről kicsit korábban beszélgettünk, hogy volt egy selejtező csoport. Franciák, volt, bolgárok. Franciaország, bolgárok, és kérem, ott voltak a norvégok. Na most ez, ez a magyar közvélemény szerint ez, 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 ez tiszta sor, kérem a magyar válogatott, meg ezt venni kell. Tehát egy ilyen csoport, egy, ilyen csoport, a, csoport, a ott világ le kell Az biztos. Uh -huh. Tehát sima továbbjutás várt a közvélemény, ami jött is. Na most a legjobb 8 között ez még mindig nem az Európa bajnokság volt A legjobb nyolc között még külön, Az még Oda volt. vissza alapon, egyik ország, másik ország, kérem, selejtező alapon, igen, Románia. A Lucescu csapat igen, 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 igen. most a helyzet az volt, ugye, hogy nemzeti, pontosan Népsport írta, hogy a baráti Romániával fog játszani, hozott össze bennünket a sorsra a szeszélye, ugye akinek ilyen barátai vannak, annak már ellenségre nincs is ez adott volt, ugye Erdély kapcsán, kérem. De, és ők úgy gondolták, mert akkor úgy volt, addig még úgy volt, hogy soha-soha Románia nem győzött Magyarország el. Arra gondoltak, hogy most! It's now or never. Most Így vagy van, soha. Hík rodusz, hík szalt, é, élet, hogy... De mi nem adtuk meg nekik ezt az örömet. Igaz, hogy csak a harmadik meccs hozta meg a továbbjutást, holott a mostani szabályok szerint már a második meccsen is tovább kellett volna jutnunk, mert ugye itt van egy-egy volt, ott kettő-kettő volt. Kiadtunk egy 11 ugye... Kettő-egyes vezetésnél egy 11-est. És akkor ahelyett, hogy 3-1 lett volna, és Bukarestben eldőlt volna a mérkőzés, nem, kiegyenlítettek kettő 2-2-re, és annak utána harmadik mérkőzést követte ezt, Belgrádban történt, tudom én, 80 ezer néző győztünk kérem kettő egyre, és akkor bejutottunk a legjobb négy közé. Vagyis ez volt már az Európa Bajnokság, ugye ez már Belgiumba, Belgiumba négy kerül... csapatos Európa Éjj Bajnokság. Volt. Ez, a, ami történt, hogy egy négy csapatos Európa <hül> Bajnokságon ott volt a magyar válogatott, ez a közvélemény szemébe, hát ez egy alapvető. Ez természetes volt. volt. Ez, ezek nem ez, ez természetes van. volt. És még valami, ott is voltak elvárások. Ugye megtörtént a sorsolás, a dicső Szovjetunióval kerültünk kérem, a össze a döntőbe jutást illetően, és <laughs> hihetetlen, egy öngollal és egy kihagyott 11-essel nem jutottunk a döntőbe. Tehát egy öngollal simán megfogta volna a gécipista Kontykovnak a lövését, csak Juhász Péternek a combján irányt változtatott utolsó pillanatban a labda, és kérem, öngollat. És egy 11-est Zámbos akkor ünnepelte 25. születésnapját, és ő volt a 11-es rugó. Kette voltunk kijelölve, de ő volt ő négy évvel idősebb, ő vállalta, kérem, ő rúgta a 11-est pontosan ő nekifutott, és akkor hát sajnos a Rudakov kitolta a labdát, a szőkepsista még próbált uh, javítani, de csak az oldalhálóba tudta gurítani a labdát. És akkor kikaptunk a szovjetektől is, és, és ugye sajnos hát a harmadik negyedik helyére játszottunk, belga, tehát a belga válogatott, a Van Himstel Raúl Rambertel felállott, vagy uh, felért belga válogatottal, kettő kikaptunk. Ott ah, a terúgtal, az utolsó ugye te az elvi egyetlen magyar az robóját, utolsó, igen. kikaptunk, de hát sajnos. És úgy tényleg, úgy éreztük, hogy ez katasztrofális szereplés volt, és tényleg, hát, ahogy mondani szokás, kertek alatt közlegettünk. Tehát a negyedik tehát helyen. Kis, Igen, tehát egy Európa olyan, negyedik helyen egy kicsit szégyenkezve hát, volt. Hát olda, komolyan. Oldaloktatok a, hogy mondja, tényleg így volt. Ez, ez konkrétan így volt. Most és most azt, azt nézzük, szégyenkeztünk is. Azt nézzük meg, Lajos, hogy ha a jelenlegi válogatott eddigi produkcióját, teljesen más helyzet van, teljesen más elvárások, teljesen más világ és más játék mm. játéktudás, de ha ezt röviden értékelni kellene, akkor mi az, amit te ebbe látsz biztatót vagy erősséget, és mi az, amit probléma, ha arra gondolunk, hogy ugye most mi nem egy négy csapatos, hanem, hanem egy 24 csapatos Európa-bajnokságon leszünk ott. És jó volna nem csak, hát nem ilyen, ilyen pofozókép statisztának lenni ott ha kikerülünk, ha kikerülünk. Hát kezdett már kialakulni uh, a Dárdai érában egy ragyogó jó védelem. Hát ez most, hát te kérlek, a látom. görög fővárosban teljesen összedjölt. Ami pozitívunk volt, soha az életben nem rúgtunk három gólt és német Krisztiának a, 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 tényleg a kitűnő jó játéka és gólerős játéka. Igen. Mindenféleképpen reményt a Következő meccsekre, és hogy több helyen lehet őt használni. erőssége lehet ennek Na, a, ez a Ez a pozitívum. Ez minden szélgépen láttuk. németek az idegenbe rúgunk három volt, csak most egyre úgy tűnik, hogy ö, egyszerre jó védekezni és jó támadni, ez -e még túl nagy kihívás. Számára. Tehát ez kell valahogy, ö, valahogy egy kicsit. Ö, teh, ami volt, ugye kitűnő, a Dárdai paninál megszilárdult a védelmünk. És tényleg az volt, hogy ő hitet adott, önbizalmat adott, önbecsülést adott ennek a társaságnak, és azt mondta, uraim, Hát van egy munkaidő, a munkaidő munka vége is dolgozni kell. Tehát, hogy a 85. és a 90. Igen, percben igaz, szereztük nem, nem for... a legfontosabb góljainkat. Ő egy célfutballt játszott, Igen, nem akart Igen. Uh, Igen. színezni, az Igen. eredményesség volt a fő. Tehát, hogy győzünk valahogy, rúgunk egy gólt, és akkor az a. De Igen. most, hála Istennek, tényleg van egy pár olyan csatárunk. Tehát a is bevetése került, bizonyította, jó, Farol-szigeteket lehet, hogy kicsit túlértékeltük, de akárhogyan is kérem, megfordítottunk egy álló mérkőzést. Igen és a Böder tényleg betették, kérem, ö, bizonyította azt, amit a háromnegyed ország elvárt tőle, hogy kérem, gólokat tudod itthon. Na de ugye egy 48 ezres lélekszámú kis országocska, kérem, az, 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 az Magyarországnak, mint hogy bebizonyosodott most a román meccse, ugye, hogy akiket otthon megvertek, vagy legyőztek három óra románok, tehát azért nem tartozik az európai még a szubtomba sem. Jó, ne álljunk el, szóval azért, azért ne ön, -e, el önbecsapásra nincs szükség. mi, történt ezzel a védekezés? Lehet, hogy a kapitány is úgy volt vele, hogy legyen ez egy edzőmérkőzés, azt hat hadd szóljon, oda, vissza, szaladjunk, ö, és mondjuk ő is azt mondta, hogy nem kell vele foglalkozni, mert az, az teljesen olyan, olyan nagyon edzőmes jellegű. Szerintem nem, te, nem, tehát egy német ö, edző a mentalitásából ö, hát, nem, szukal, nem, nem, nem létezett. Minden meccset, körzővel, vonal, vonal, vonal van megtervez minden. Tehát egy német ember fejébe. Uh -huh. És itt is így volt, csak én nem tudom, hogy mi történt. -e. tehát tényleg az volt, hogy három gólt rúgtunk. És tényleg tíz... lehet, hogy a harmadik gól túlságosan korán jött, mert eddig úgy szoktak jönni, hogy a 85. perc tájékán a vezetés megszerző gólok, és akkor hát utána nincs ideje az ellenfélnek már kérdezni. Most túl korán jött, tehát itt 75. percből, jött, és volt 15 perc. És a Mitről kérem, és a hát ugye a Ford, tehát kihasználták ezt a megingást. Hát Gól képes volt a védelem. Ilyen nem volt még. Hát négy gólt nem is tudom, mikor kaptunk utoljára. Mit gondolsz? Hát ugye Viva la Eszpanya. és hogyha a vágyaink bekövetkeznek, és ott tudunk lenni, nem kell pócsrejtezőt játszani, nem kell megint azon agyalni, hogy ott egy oda-vissza mérkőzésem, mint ilyen, annak idején Románia ellen, Igen. egy erősebb ellenféle, sikerülve nem, tehát ott leszünk. Ezzel a német mentalitással, ezzel a német edzővel, Ben Storkkal kellene ott lennünk? Na most ugye itt villám gyorsan következik, következ, vagy következik ez a dolog. Tehát itt azt hiszem, hogy megtörténik most ez a keddig, ez a lebonyolítás utána hogy mi történik, jön, mint ahogy korábban is szokott lenni. Villám gyorsan jön ez a, nem is tudom, hány hét múlva a, 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 az a mérkőzés, ami eldőlt, tehát kiki meccs. Amennyiben pótsajt Amennyi púcsra... az öt kell játszani. Amennyi na éte. de először várjuk az meg. Uh -huh. de készüljünk fel, természetesen mindig a legrosszabbra felkészülünk, akkor nem ilyen bennünket meglepetni, uh -huh. készüljünk arra. De hogyha a spanyolok megveri Kijevbe Alkaszel vagy a Jóisten tudja, a nolító, kérem, rug egy mester hármast, akkor utána megszűntek a problémánk, és kell készülni, kérem, hogy szállás foglaljunk, stb. van, satöbb. és akkor már van egy van időnk, időnk hogy Igen. mit építünk ebből a csapatból. De, 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 én szerintem egy pár pozitív dolog mindenféleképp van. Ha most azt, tehát tényleg, ahogy említetted, tehát azt össze tudjuk rakni, ami eddig megvolt, a ragyogó jó védelem, és kérem, ezekkel az emberekkel, tehát tényleg a német Krisztiánnal, a Bödével, a, 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 nem, a Nikoli csak igen. kérem, esetleg még a, a Gyurcsú. Tehát van egy pár olyan emberünk, akivel reálisan tudunk gólokat is tudni. Uh -huh. Na most ezt megfelelő ötvözünk, miért ne? Megfelelő önbizalommal állja meg a menet. Tehát Hollandiát is kérem a, a Szigetország, Izland egyszerűen megszégyenítette. Nem? E, miért igen. nem? ez most akkor nagyon erős teljesen, mivel nem arról van szó, hogy nekünk van öt garnitúránk, és akkor 30-asával állnak sorba a játékosok. Nem, nem 30-asával, egy olyan játékos van, aki kérem, akivel... vel... az edző szerepe, igaz? Tehát, hogy ebből, a, garnitúrából, ebből mit lehet... kihozni? Nekünk egy Európa bajnokságra jutra, jutva, ott a csoportmérkőzéseken abszolút a, a védekező játéknak kell dominálni? Hát attól függ, kivel játszunk. Nem tudjuk, milyen csoport beosztál. Azért, tehát azért az, az, az ellenfélte függően, függően, függően. Hát uh -huh. itt azért jó, van egy pár kiemelkedő csapat, ami Németország, uh -huh. Spanyolország, uh -huh. én nem is tudom, van-e több még, de egy pár van mindenféleképpen, de a többi jele miért ne? Uh -huh. Hát többi jelen miért ne? Tehát, hogy jó védekezéssel, és tényleg ez a pár játékosunk elő képes arra, tehát képes jó focival uh, eredményesen focizni. Optimista vagy? Mindenképpen. Ki jutunk? Én szerintem igen. Így legyen. Nagyon köszönöm ki. szépen, hogy itt voltál. Kérem